piti, ócska, kifogásokkal teli emberek. Az én szememben ez szart sem ér. Van bennem egy drive, meg akarok valamit elérni, van egy szenvedélyem, amit akarok művelni. Miért ne bontanám ki? Kezdjem a sztorit. Akartam lenni ügyvéd. Nagyon tetszett az, hogy ki kell állnom emberekért. Tehát amikor tényleg az arcába csapod az embereknek a tényeket, és ez van, off, kocs. Utána akartam lenni bérgyilkos. Behívatták anyámat, hogy mi baja van a gyereknek, és akkor anyám elmondta, hogy a gyereknek semmi baja nincsen, csak tetszik neki a latex. Úgy, ez így elégtünk. És aztán anyám még beirattak közgázra. Úgy képzeld el, hogy van egy versenyló, amit így futtatnak. Dicsérnek, mert teljesítesz, én meg teljesítménykényszeres vagyok, és akkor mindig ki kellett maxolnom mindent. És hiába utáltam a közgázt, azt is kimaxoltam. Szia, bébi! Mi a helyzi? Szuper, jó. És te hogy ezt dolgozni holnap? Jó, szupi végig, jó. És vasárnap hogy vagy? Én voltam az, akit mindenhonnan kirúgtak. Mindenhol felmondtam. Nem tudom megszámolni, hogy hány munkahelyem volt, míg végül kikötöttem a mostaninél. Amikor felvettek, én telibe elmondtam a HR-esnek, hogy nem vagyok hajlandó hülyékkel együtt dolgozni, viszont munkára van szükségem, dolgozni tudok, de engem ne rakjál össze egy csapat picsával, mert én leszek a legnagyobb, és engem fognak gyűlölni a legjobban. Tiszteletet nem feltétlen autoritár viselkedéssel lehet kivívni, én ebben nagyon hiszek. Nagyon büszke vagyok arra, és nagyon szeretem, hogy ez működik nálunk. Azt nagyon szeretem, hogy felelősséggel tartozok emberek iránt. Viszont nem célom egy parfümériában megszáradni 40 évesen, szóval valami kiutat kell találnom, csak még nem jöttem rá, hogy. Ugye ez elég szopó, mindegy. Én nem akarok arra ébredni 30x évesen, hogy megalkuttam saját magammal. Ilyen nincs, nincs ilyen opció. Nem tudom elképzelni azt, hogy én csak az éjszakában működjek, de azt nem tudom elképzelni, hogy 7 napból 5-öt üljek egy asztalnál, hogy hazamenjek utána, és nem tudom, csináljam azt, amit az átlagos emberek szoktak, mert ez kevés. Social media, anti-influencer, influencer. Minden. A közösségnek vagyok egy ilyen mélybetesztított bálványa. Itt a kecsó a túrabakancsom, mert most Decathlonos Barbik vagyunk. Szóval ez lett az eredménye annak, hogy nem fogadtam meg anyukám tanácsát. Sziasztok! Itt vagyunk a Luxi Party-ba. Fogamzásgátló haját Axtuzit vettem be. Júlia Redkárpet vagyok. New Yorkból jelentkeznünk a Golden Gate-ról. Elég egyetlen felőtlen döntést. Üdvözlünk mindenkit a Roni üzletben, ebből a hűtőből fogunk falatozni. Pedig Attila azt mondta, hogy időben ki fog elhúzni. És egyébként nem vagyok ilyen végtelenül prostó, csak szombat éjszaka és vasárnap egész nap folyamán, mert egyébként egy kultúrát közép-európai fehér férfi vagyok. Aki belekezd a dragbe, vagy a szegényebb rétegekből, alsóbb rétegekből kikerülő fiúk, akiknek van kraftjuk, és azt mondják, hogy ez vagyok én, fogadj el ilyennek. Vagy a teljesen másik réteg, aki viszont csinálná, lenne hozzá szeme, stílusa, nem tudom, attitűdje, viszont ott van a fejében, hogy mit fognak gondolni a barátaim. Hány embert kell még elvesztítenem, meg nem elég, hogy buzi vagy, még nőnek is öltözöl. Folyamatosan megkaptam azt, hogy túl ilyen vagy, túl olyan vagy, túl meleg vagy, túl buzis vagy, miközben ezek olyan zsigeri dolgok, amit nem tudsz megváltoztatni. Bing! Sziós! Ciao. Bing! Sziasztok! Welcome back!
Csá. Üdvözlünk mindenkit a Pokol tornáztáról. Késésben vagyunk szokás esztében, mert Péter a hajnal okkádással töltette, úgyhogy egy gyors alapfelrántása után a város különböző pontjain fogjuk felkaparni a fejünket. Tartsatok velünk! Welcome, Jalla! Szívesen. Tényleg így a határokat feszegetni szerintem fontos, és nekem ez a szenvedélyem valójában az egészben. Nekem a vit, a fricska, a társadalomkritika része, ami fontos, meg engem ez szórakoztat. Ha megkérdezel egy embert, hogy mennyire nyitott, vagy hogy megkérdezed, hogy egyáltalán nyitott-e, senki nem fogja azt mondani, hogy nem. Itt jövök a képbe én, és hogyha mondjuk beleállok valakinek a szájába telibe, akkor kiderül, hogy mennyire nyitott, vagy mennyire nem. A subscribe ez egy együttes. Kicsoda? Én nem tudom, hogy ki mondta, hogy a kevesebb több, de az hazudott. A több mindig több. Köszönöm. That's so true. Pitek, Sziax, Coelho, look it up. Cheers. Nos, miután sikeresen átöltöztünk a metró aluljáróban, mondom neked, hát hol vagyunk. Hát valóban muszáj volt, megesik az eső. Szent Gellértér, köszönjük szépen a lehetőséget. Ha én meg tudom csinálni azt, hogy én eladom magamat nőnek, és én határozott nő vagyok, akkor egy nőnek kutya kötelessége elhinni a magáról, hogy neki bármi sikerülhet az életben, viszont én nem akarok nő lenni. Basznek, jól akarok kinézni. Tehát most onnan indult az egész, évekkel ezelőtt, hogy fel akartam menni egy cipőt, és akkor hirtelen kinőtte magát ilyen tök nagyra, és még mindig az van, hogy meg akarok indulni, és bajba akarok keveredni. Tehát az a Barbie valóság, amit megcsináltam magamnak, ami soha nem lehettem, ezt kurva jó dolog megélni amúgy, nem kell mindent ilyen véresen komolyan venni, és tudod, mikor beüt a reality check, és azon gondolkodok, hogy amúgy Gerike, te milyen faszomat csinálsz itt nőnek át? Bocsi, Cic, bocsi! Az adrenalin, amikor beüt, és így ott vagyok, hogy jól érzem, kiérzem magamat, minden stimmel, nem tudom, kurva jó a lábam, hótkövér vagyok, mondom, hogy bojler testem van, abszolút nem vagyok női, és meg semmi ilyesmiről nincs szó. Viszont az emberek ezt elhiszik, és megfulladok, tehát hogy ez nagyon vicces, és mindenki elkezdi élni ezt az ilyen kiterjesztett valóságot, és ugye ez azért vicces, mert ma meg már mindenki annyira felszínes ebbe az Instagram sztoriba, meg így nem tudom, az egész valóságban, hogy ez a szarkasztikus ilyen fricska saját magammal szemben, és így bazdnek, ez komoly. Viszont még mindig van, ami még nem szabadult el, és ez hajt. Tehát ez amúgy full flash. This is MTV Cribs. We have no tanning bed. We are here in this boat cruising right now. We are just having fun with my pink friend. It just happened. I just wanted to take a picture with our parliament designed by Italian architecture. MTV Cribs. This is my house. Oh, me.